Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek, és elnézést a kis nem szokásom. Tehát mindazért vagyunk itt, hogy az idealizált bőrről tanuljunk, ugyebár, amit nyilván az ember, ha a K-pop sztárokra néz, elég gyakran feltűnik, hogy de jó ég, hogy lehet ennyire gyönyörű bőre valakinek, és mégis úgy néz ki, mintha alig lenne bármiféle smink rajtuk. Tehát eléggé az alapoktól fogunk indulni, hogy jobban értse mindenki. Tehát a bőrápolásnak, hogy miért is fontos, tehát hogy miért jöttetek el az előadásra, aki esetleg nem tudja, hogy miért rángatták ide. A szebb bőr szebb sminket is jelent, tehát egy ápolt bőrön megjelenő smink sokkal szebb lesz, mint hogyha a száraz kis arcbőrötökre próbálnátok az alapozót felkenni. És tényleg elég látványos javulás érhető el vele. Sose lesz olyan szép a bőrötök sok sminkkel, mint egy ápolt bőrön kevesebb sminkkel. A kevesebb bőrhiba amúgy kevesebb sminket is jelent, kevesebb időt, gyorsabban elkészülünk reggel, ez elég praktikus tud lenni. Valamint, amit a bőrápolás az, azáltal, hogy van egy ilyen állandó napi rutinotok, és ez beleépül a napotokba, egyfajta ilyen megnyugtató hatása lesz reggel este. És tényleg valami, amit rendszeresen csináltok, és nem hagyjátok el, eznek meg lesz az eredménye, önbizalmat fogadni, valamint jobban megismerjük vele magunkat. A bőrápolást nem tudod úgy elkezdeni, hogy nem tudod, milyen a bőrtípusod, mire van szükséged, mire érzékeny a bőröd, és mire nem. Ezzel jobban kiismered magad, hogyha ezeket kitanulod vele szép lassan. Valamint ez egy szinte egy hobbi is nagyon sok embernek, nekem is, ha egyszer elkezditek, nincs leállás. Ugye mondtam, hogy magabiztosságot ad, valamint ez egy olyan kötetlen dolog, hogy ez a fiúknak és a lányoknak is sporttól függetlenül nagyon hasznos lehet. Ha tényleg a fiúk, akik esetleg itt ülnek, azt gondolják, hogy nincs szükségük a bőrápolásra, ezt hinnék, hogy milyen változást tud adni, hogy mennyivel szebb lesz a bőrük, és ez mennyire sokat dob a kinézetükön. Tehát, hogy az ázsiai bőrápolása tulajdonképpen mi is a története, a kultúrája. Tehát a történet az onnan adódik, hogy már jó pár évszázaddal ezelőtt a fehér bőr náluk nagyon idealizált volt. És vannak ilyen saját kis közmondásaik, amik mind arra utalnak, hogy a legfontosabb már a korai időkben is az volt, hogy kerüljék a napfény, valamint a hidegvíznek a hatékonysága. A hideg mindig nagyon hasznos a bőrnek, sosem mossuk az arcukat forró vízzel, mert kiszárítja. És ezért már régen is azt tanácsolták, hogy hidegvizet használjanak. A rizset pedig már nagyon régen elkezdték, mint kozmetikum használni, hogyha valaki szokott rizst főzni, és lemossa a rizst, látjátok azt a kis fehéres, keverékes vizet a tetején, az nagyon tápláló tud lenni a bőrnek, valamint annak is ilyen nem kifejezetten fehérítő hatása van, tehát nem fehére bárnyalatú lesz tőle a bőrötök, hanem az ilyen apró bőrhibákat, egyenletlen elszíneződéseket, pigmenthibákat eltünteti. Ezért a mai napig rengeteg korai kozmetikum alapanyaga a rizs. A kultúrája pedig, hogy kiskortól kezdve tanítják a gyerekeknek, tehát teljesen általános dolog egy korai kisgyereknek, hogy ők minden nap, napról napra naptejet használnak. Ez náluk teljesen megszokott és beépül a tudatukba. Ugye kortól is nem több független, mint mondtam, hogy a kisgyerekkortól kezdik oktatni, és a férfiaknál is teljesen megszokott az egész Ázsia területén tulajdonképpen, hogy egy bőrápolási rutinjuk van, hogy úgymond gondoskodnak a bőrükről. Valamint állásunk van ilyenekkel, szokták mondani, hogy ha valakinek ápolatlan a bőre, akkor már nem néznek rá, hogy tehát úgy gondolják, hogy ha nincs meg az ideje és az energiája, hogy úgymond a külsejét kezelje, akkor valószínűleg a személyiség sem olyan megbízható. Tehát a bőrápolás alapjai, vagy miben különbözik mondjuk a nyugati bőrápolástól? Tehát a nyugati bőrápolásban szeretjük ezeket az alkoholos tonikokat, szeretjük azt gondolni, hogy a bőrhibák megszüntethetők azzal, hogyha kellőképpen úgymond leszárítjuk a pattanásokat és hasonlókat, és a hidratálásra nem kerül akkora hangsúly, nyilván rajta hangsúly, de nem akkora, mint mondjuk ott kint. Valamint ez a gyengét szárítás, hámlasztás, ők úgy gondolják, hogy a legtöbb probléma a hidratálás hiányából, vagy a túltalásából adódik, és hogy ezzel sokkal érdemesebb játszani, mint azzal, hogy mennyire szárítjuk ki a bőrünket, hogy elérjük az idealizált, egységes, szép bőrt. Ugye egy arcápolási rutin felépítése. Kétféle rutinról beszéltünk korábban, ami egy átlagos, az 5 lépéses rutin és a 10 lépéses rutin. Minden egyes fogalomra, amit láttok, mindjárt lesz külön elmagyarázva, csak így nagyjából, hogy mi a különbség. Az 5 lépéses rutin egyfajta tisztításból áll, utána egy tonizálás következik, majd ugye kihagyva azt a sok minden más
szérum, ampulla, szemkörnyékápoló és hidratáló krém. Míg a 10 lépéses rutin, ez az, ami híresebb és mostanság elég sok helyen találkozhatok vele az interneten. Ugye az olajos lemosó, a habos lemosó vagy a víz alapú lemosó, hámlasztás, tonik, eszencia, szérum, ampulla, pátyolmaszk, szemkörnyékápoló, hidratáló és fényvédelem. A fényvédelmet az esti rutinnál nyilván kihagyjuk. Tehát ugye mi is ez a kettős tisztítás? Az olajos alapú lemosónak tulajdonképpen a sminkek és a szennyeződések eltávolítása a célja. Azt szokták mondani ugye ezekben a rutinoknál, hogy azért fontos, hogy először a sminket külön távolítsuk el, mert ha utána tisztítod a bőrödet, miután eltávolítod a sminket, valamint a reggeli kozmetikai termékeidet, tehát például az olajos alapú lemosó ugye az olajos alapú dolgokat oldja, tehát ilyen a smink, a naptáj, valamint még szintén ugye a különböző kencék, és sokkal mélyebb tisztítást tudsz utána elérni. Ugye az olajos lemosó úgy működik, hogy lehet kapni egy kis balzsamállagúban, vagy egy kis olajállagúban, felkenitek a fejetekre, és egy kis vízzel eldolgozzátok, ez szépen le fogja oldani a sminketeket. Sokkal gyorsabb szerintem, mint a micellás vízzel és a vattakoronggal pacsmagolni fél órán át, én sokkal jobban szeretem személy szerint. És utána jöhet ugye ez a habos lemosó, ami a bőr tényleges tisztításait, ugye már nem a szennyeződéseket próbálják eltávolítani, magát a bőrt megtisztítani mélyen a pórusaiban. Ugye ilyenkor esetleg még a maradék olajat is eltávolítja, és ezért nem kell annak aggódni, akinek esetleg olajos a bőre, hogy nem merne olajos lemosót használni, mert ez nem marad rajta a bőrünkön, és nem ivódik bele, nem lesz tőle olajosabb senkinek a bőre. Sőt, nagyon sokszor azt lehet látni, hogy aki olajos bőrrel rendelkezik és elkezd olajos tisztítót használni, mivel az olajat oldja, elmúlik ez a túlzott olajtermelés a bőrben. És minden egyes termékhez próbáltam nektek egy ilyen kis példát hozni, ilyen népszerűbb, vagy is megengedhető termékek. És ugye a korai bőrápolás sokszor kérdezik, hogy ez mennyire drága. Relatív fogalom, nyilván egy teljes rutinnak meg lesz az ára, és nem annyiba fog kerülni, mint ha itt a drogériában leemeljük a Balának a két kis cuccát, de relatív azt mondom, hogy amit nyújtanak cserébe, és ami a hosszantartó, és ami a nagy kiszerelés termékek, annak szerintem nagyon megéri. Itt, amiket bemutatok, olyan átlagosan 3000 forint körül van egy termék ára. Ugye az első az olajos lemosóknál a Vanilla Coconut Zero, ez nagyon híresként borzasztó sok díjat nyert, ez ugye egy balzsam állagú lemosó. Az Innisfree-nek pedig rengeteg sok habos állagú lemosója van, ők arról híresek, ugye, hogy a Jeju Islandról, ugye a szigetről hozott alapanyagokkal dolgoznak, és emiatt azok nagyon természetes és bio termékeik vannak. A hámlasztás, ugye a bőr megújulása. Ilyen a hámlasztásnak tulajdonképpen az a célja, hogy a sejteknek a cserélődését elősegítjük. Tehát rengetegszer tinédzserkorban felborul a hormonháztartás, vagy esetleg nem olyan hatások érik a bőrötöket, szennyeződés, osz, por, smog, hogy nem tud olyan gyorsan cserélődni a sejtek, mint az egészséges lenne. Ilyenkor A. olajos bőrtípusot fog kifejlődni, avagy B. ilyen kis bőrdarabkák fognak lenni a bőrötök felületén, tudjátok, amikor én nagyon száraznak tűnik, és nem néz ki túl szépen. Tehát a hámlasztást ez segít ugye megelőzni, hámlasztani, heti 2-3-szor ajánlják. Nagyon fontos, hogy nem szabad túl sokat hámlasztani, mert borzasztóan ki tudja szárítani a bőrt, esetleg még kis repedések is kialakulhatnak. Kétfajta hámlasztó, amit tipikusan használnak, ugye a fizikai hámlasztók, az előnyük, hogy sokkal olcsóbbak, és a legtöbb bőrtípus jól reagál rájuk. Tehát a kémiai hámlasztókra nem minden bőrtípusságot nagyon könnyű elrontani vele. A fizikai hámlasztóknál fontos figyelni a szemcse méretre, hogyha túl nagy szemcsejű hámlasztót használtok, akkor az fel fogja karcolni a bőrötöket, és ilyen kis mikrohívákat fog létrehozni, és ezáltal ugye oda bekerül a hosszú szennyeződés, és képződnek a pattanások ezrével. A fizikai hámlasztók közül a Skin Foodnak rengetegféle hámlasztója van, van mézes, fekete cukros, rizses, mindenféle különböző típusra. A rizses pont nincs itt, annak előnye, hogy szintén ugye fehérít is még. A kémiai hámlasztók, ez az, amit általában az aknés bőrre szoktak ajánlani. Tehát, ha valakinek aknél van, egy kémiai hámlasztó nagyon jól helyre tudja húzni. Kétfajta kémiai hámlasztó van, az AHA és a BHA. Ugye ezek savak, a szó rövidítése is savakat jelent. De nem tartottam fontosnak kiemelni, mivel mindenhol itt találjátok meg. Az AHA a felszínen tisztítja, tehát főleg a pattanásokra érdemes dolgozni vele. Ha esetleg úgy látjátok, hogy több bőrhibátok van, mint ami elfogadható, vagy szépnek találnátok, de még nincsen kifejezetten aknétok, tehát hormonális akméről beszélünk itt, valamint a bakteriális akméről. A BHA rendkívül hatékonyan kezeli a hormonális és a
bakteriális aknét is. Ez ugye mélyre hat a pórusokra, rendkívül jól tisztítja őket, valamint ugye a baktériumokat is irítja. A Closerex egy nagyon híres márka, még rengeteg sok termék lesz tőlük, mert megengedhető áron dolgoznak, és nagyon jó termékeik vannak. Ugye ott az AHA és a BHA termék is jobbra és balra. Valamint nagyon fontos, hogy aki úgy dönt, hogy mondjuk elkezdi a korai bőrápolási rutin, de nem rak bele minden lépés, mert úgy gondolja, neki nincs rá szüksége. Ha elkezd valaki hámasztani, a naptej egy kihagyhatatlan lépés lesz később, mivel ugye elősegítjük, esetleg fel is gyorsítjuk a bőrsejteknek a regenerálását és az újratermelődését, a friss bőrsejtek nagyon könnyen sérülnek, megégnek, és a bőrrák kialakulásának kockázata is nagyobb lesz. Ugye a tonik, ez nem arra kell gondolni, mint amit mondjuk itt megszokhattatok. Náluk a tonikok legtöbbször alkoholt tartalmaznak és szárítóak. A korai tonikoknak a fő célja a pH érték kiegyenlítése. Ugye a bőr átlagos kémhatása 5,5-ös, ez ugye egy savas érték, viszont a víz kémhatása, mivel ugye mossuk az arcunkat, az egy 7-es és egy semleges. Ha a bőrnek kimozdul a pH szintje, az ugye megint csak túlzott olajtermeléshez vagy túlzott kiszáradáshoz vezethet. És valamint ez egy ilyen előkészítő lépés is, hogy ami utána jön, tehát hogy jobban beszívódnak tőle a következő termékek, és mivel ugye szinte 10 lépést használunk, ez azért elég fontos, hogy megfelelően elő legyen készítve az arcunk a következő lépésekre. Itt ugye szintén egy Closerex tonikot láthattok, ez ugye rá is van írva, hogy alkoholmentes, valamint még ugye a tonikoknak másik fajta, mint rendkívül népszerű, hogy ilyen kis vattakorongok be vannak áztatva ebbe a tonikanyagba, és így kapjátok meg készen beáztatva őket. Van, aki azt mondja, hogy ez sokkal jobb, van, aki pedig ugye a folyékonyra esküszik, ahol te magad állítod be a mennyiséget, hogy milyen szintű nedvességű tonikkal és vattakoronggal szeretnél dolgozni. Az eszencia, azt szokták mondani, hogy ez a korai bőrápolásnak a lelke. Az eszencia segíti a bőr regenerálódását, rendkívül hasznos anyagban be, rendkívül sok hasznos anyagot tartalmaz. Azt szokták mondani, hogy mostanság, amik a legnépszerűbbek és a legjobban ajánlottak, amik olyan alapanyagokat dolgoznak, amik természetesen, tehát hogy természetesen frissen tartják magukat. Ezért is van az, hogy az eszenciákat 6 hónapnál tovább nem szabad használni, mert még ha nem is érzitek az állagukon vagy az illatukon, ezek megromlanak. Tehát, hogy például amivel a savanyú káposzta tartósítja magát, vagy mondjuk az élesztő, ugyanilyen anyagokat használnak az eszenciákban, hogy úgymond a bőrt ebben a fiatalabb állapotban tartósítsa. Ugye itt két népszerű eszenciát láthatok, szintén megint egy Closerex termék, valamint ugye a Michelinnek ez a Time Revolution First Treatment Essence, ez egy szintén rengeteg díjat nyert, nagyon népszerű termék. Ez egy kicsit drágább alkategória, de ha esetleg korai bőrápolásban gondolkodtok, nagyon szívesen ajánlom, mert tényleg rendkívül jó a bőrtípusokra, mindenre, az olajosra is, és a szárazra, és valamint a kombináltra is. A szérum ampulla, ugye ez egy magas koncentrátumú termék, és célzottan kezelt. Tehát ampullát nem választunk csak úgy, mindegyik valamilyen problémás bőrtípusra van kifejlesztve, és ezért fontos, ugye, hogy tudjuk a bőrtípusunkat, és úgy is alakítsuk ki a rutinunkat, mert enélkül egyfelől többet árthatunk, mint segíthetünk, valamint nem is lesz olyan effektív jobbik esetben. Nyilván, hogyha mondjuk olajos bőrre elkezd valaki extrém hidratáló dolgokat használni, akkor még jobban olajos lesz, túltermelődik az olaj, és maradnak a bőrproblémák, amiket alapból kezelni szerettünk volna. Valakinek, ha pedig száraz a bőre, és nem hidratálja megfelelően, akkor a bőr akár fel is repedezhet rosszabb esetben. Ugye a szérumok és az ampulák ezért vannak külön-külön bőrtípusok fejlesztve. Azt még fontos tudni, hogy ha esetleg azt hiszitek, hogy olajos bőrtípusok vagytok, akkor könnyen meg lehet, hogy tévedtek, és igazániból extrém szárazak vagytok. Ez azt jelenti, hogy ugye a bőr, a fagyútermelés, mivel az olajat ugye elszívjátok tőle ezekkel a szárító termékekkel, még jobban megemeli, és még olajosabbnak tűnik a bőrötök, pedig tulajdonképpen, ha elkezdetek hidratálni, akkor ugye a bőr a hidratálás érzése miatt csökkenti a fagyútermelést, és ezáltal kevésbé lesz olajos a bőrötök. Tehát ezt fontos megállapítani, hogy akkor beszélünk olajos bőrről, hogyha nem csak a T-zónátokban olajos, hanem az egész arcotokon, és úgy lehet felismerni a szárazság miatt olajos bőrt, hogy tágak a pórusaitok, ez nagyon fontos. Fátyolmaszk, ugye ez az, ami a legnépszerűbb az interneten is mindenhol láthatjuk, ugye az idolok is nagyon kedvelik. Ez ugye egy ilyen maximalizált táplálás. Igen, remélem felismertétek a kis prezentálóinkat.
fától maszkokból nagyon sokféle típus van. A legismertebb ez a fehéres színű, amit ilyen kis tasakban lehet kapni. Rendkívül sokféle van belőle. Nagyon fontos, hogy ne álljatok neki eBay-en ilyesmiket rendelni, mert elég sokszor van olyan, hogy káros anyagokkal, vagy egyetlen nem is hasznosak, tehát nem egy megfelelő terméket kaptok. Azért gondoltam ezt kiemelni, mert tényleg idén is rengeteg ilyet árulnak. A napi heti használat, ezt bármennyiszer, kimennyiszer használni, azt szokták mondani, hogy heti minimum egyszer nagyon ajánlott, és ezek nincsenek kifejezetten bőrtípusokra kifejlesztve, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy minden bőrtípusra megfelelőek. Ha először vásároltok fátyol maszkot, mindenki passzáljon, hogy a vastagabb fajtákból választotok, mindig fel van tüntetve a csomagolásokon, hogy vastagabb, vékonyabb fajta, mennyire hidratál, mennyire nem hidratál, és hát ugye az illatuk is, de ez már tényleg részletkérdés. Amit én kettőt tudok ajánlani, a Fenty, az Etude House, ez egy vékonyabb fajta. Ha már mondjuk kipróbáltatok egy vastagabb fátyol maszkot, és kielveztétek, hogy hű, de jó, olyan, mint a videóban, YouTube-on, de ahol szórakoztunk, akkor érdemes elnézni a vékonyabbak felé. Nem lesznek olyan mókásak és olyan látványosak, és ezekben már nincsenek is ilyen kiskutya formájúak, de sokkal jobban rásimulnak a bőrötökre, sokkal jobban alkalmazkodnak hozzá, ezáltal sokkal nagyobb felületen kezelik. Hidratálás, ugye, amit kiemeltem, ez az egyik legfontosabb része a korai bőrápolási rutinoknak. Ugye az első a szemkörnyékápoló, a második pedig a hidratáló krém, vagy esetleg egy éjszakai krémmaszk. Ugye ez nem az a fátyol maszk, amiről előtte beszéltünk, hanem ezeket tényleg maszkoknak hívják, csak ilyen krémes vagy zselés formában lehet ugye megvásárolni őket. Ez személyes preferencia kérdés, hogy ki használ mit előbb a szemkörnyékápolót, vagy az éjszakai krémet. Mindenki más mond tulajdonképpen erről. A szemkörnyékápolóra vigyázni kell, egy érzékeny területre van kifejlesztő, tehát a szemkörnyéki bőr teljesen máshogy viselkedik, mint az arckörnyéki, tehát az arc többi része. Ugye a szemkörnyékét pont ezért nem is hámlasztjuk, és nem is használunk rá mondjuk akár, nagyon kell vigyázni, hogy fizikai hámlasztót a szemkörnyékre nem teszünk. Ez sokkal könnyebben ráncosodik, ez a terület sokkal könnyebben sérül. Ugye ezért extrém védelmet és táplálást ad, és sokkal jobban hidratált, ez egy sokkal erősebb hidratáló, és hogyha mondjuk más területekre is kenitek, az lesz a veszély, hogy túlhidratálja, és megint csak másnap reggel pattanásokkal fog ébredni. De ha esetleg valaki úgy érzi, hogy extrém ráncos a mondjuk ezek a mosolyráncai, vagy ezek a homlokráncai, akkor az valóban lehet, hogy a nem megfelelő hidratáltság miatt olyankor lehet megpróbálkozni, hogy oda is kettek a szemkörnyékápolótokból. Valamint ugye ezek az éjszakai krémek, ezek a hidratáló krémek, itt is nagyon kell figyelni, hogy a bőrtípusotoknak megfelelőt választatok, úgy itt a bőr hidratálása a fő cél, valamint le is zárjuk egy kicsit ezeket az eddig megtett lépéseket. A krémeknek sokszor az is a célja, hogy bentartsák az eddig bevitt hidratált termékeket. Tehát így, mint egy ilyen, ugye itt egy maszk, lezárjuk az egészet ezzel. Kisimítja az arcot, ránc megelőző és kezelő is, valamint ugye a napközben ért sérüléseket is igyekszik kezelni. A Mizonnak két termékét láthatjátok ott balra. A Mizon egy nagyon jó hidratáló termékekkel dolgozó márka. Borzasztó megengedhető árakon vannak, valamint ugye egy éjszakai krémmaszként a Laneést láthatjátok. Ez szintén egy borzasztó híres termék. Ha a korai bőrápolásról hallatok, általában ez is azok között van, amit így mutogatni vagy ajánlani szoktak kezdőknek. Napvédelem nagyon fontos, nagyon alábecsüljük, és nem alkalmazzuk kellőképpen, pedig milyen szép animés minket lehet készíteni az alapból szép fehér bőrre. Minden nap fontos a napvédelem, az esős időben is, télen is, nyáron is nem elhagyható, tényleg, mint ahogy említettem, főképp, hogyha hámlasztotok is. Két fajta napsugárzás éri a bőrünket, aminek ugye hatása is van. Az egyik az UVA sugarak. Ezek ugye a napsugárzás 95%-a, és ezek felelősek az öregedésért, a napozásért, és ezek azok, amik független az időjárástól. Tehát az UVA sugárzás akkor is ér téged, hogyha szakadó eső esik. És ugye ezek azok, amiket a feltüntetett termékeket, tehát a védőértékük, ez a PA. A PA-ból a 3 plusz a legmagasabb, tehát a PA plusz plusz plusz, ez az a legmagasabb védelem, ami kapható belőle. Ez az, ami az nyugati vagy az európai fényvédőkből a legtöbbször hiányzik. Az UVB sugarak, ugye ezek felelősek a leégésért, tehát az UVA sugaraktól barnultok, az UVB-től pedig leégtek. Valamint ezek felelősek a bőrrák kialakulásáig is, a legaktívabbak áprilistól októberig, és ez az az SPF faktor, amit ugye itthon pedig tehát ugye az SPF faktor az 50 plusz faktoros, meg ezek, amiket olvashatunk a naptejeken, ugye ebből az 50-es
a legmagasabb, általában igyekszek 50-ös is kifejleszteni, és a legjobb napvédő termékekben mindkettő megtalálható, tehát ugye az SPF 50, PA++ termékek azok, amik a legjobban védenek. A naptejeket többféle formátumban is megvásárolhatjátok, fent találtok egy Misa terméket, ez egy ilyen, tulajdonképpen úgy képzeljétek el, hogy úgy néz ki, mint egy ragasztós stíft, csak ugye naptejet kentek vele az arcotokra. Van, aki nagyon kedveli, mert ugye nem olyan macerás, mint ugye az alul látható, kézzel elkenhető krémeket. A baloldali ez egy ilyen, ez egy Etude House, ez a Sunrise márka vonalú. Ez is nagyon híres, ez egy ilyen nagyon könnyed, légies. Ez főleg az ilyen olajos, zsíros bőrű, aknés bőrűeknek ajánlanám. A mellette látható jobbra az ugye még egy Pozerex termék, ez ugye az aloe verás napték, ez pedig egy nagyon hidratáló napték. Tulajdonképpen, ha ezt használjátok nappalra, a nappali hidratáló krém akár el is hagyható. És ez tényleg olyan dolog, amit szerintem, hogyha csak egy dolgot megfogadtok ebből az egészből, akkor az a napvédelem legyen. Ugye érdekességek, ez egy alaprutin volt, tehát úgymond a minimál, ez lehet még tovább fejleszteni különböző eszközökkel és különböző plusz termékekkel is. Ugye vannak ilyen szájmaszkok, mint amit a Lanil is fejlesztett, valamint rendkívül sokféle bőrolajok. A bőrolajok megint ugye az olajos bőrre ajánlottak, a túlzottan kiszáradt olajos bőrre, ugye megmondtam, hogy a fagyú termeléssel függ össze. Említettük, valamint vannak ezek a plusz termékek, a különböző arcszivacsok, ezek arra is szolgálnak, ugye azt szokták mondani, hogy ha megmosod az arcodat, ne használj rá törölközőt, nem dörgöljük semmi, inkább kézzel próbálni így szárazra ütögetni, vagy esetleg ezekkel a szivacsokkal nagyon jól beszívhatod azt a kis vizet. A törölközőket ugye sokkal nehezebb lenne minden nap tisztítani, mosni, mint egy szivacsot kimosni, ezáltal jóval kevesebb baktériumot fog tartalmazni. Valamint vannak ezek például ilyen még egy kis érdekesség, extra termék ott a jobb sorokban. Ezek ilyen kis habképző kis pohárkák, ugye, hogyha habos lemosót használtok, kétfajta habos lemosót vettek, amiben már készen hab formátumban jön, vagy amiből még kis krémként a kezetekbe veszitek, és egy kis vízzel fölhabosítjátok. Ezt meg lehet úszni ezt a lépést azzal, hogyha vesztek egy kis habosító pohárkát, ami elvileg sokkal több habot fog adni, és sokkal jobb minőségűt. De nyilván ez is csak ilyen extra és ilyen elhanyagolható dolog. Kicsit ugye a sminkről is beszélünk, hogy senki sem mondja azt, hogy ennyire szép bőröd lesz smink nélkül. Tehát ilyet nem fogsz tudni elérni bőrápolással, ennyire senki sem tökéletes sajnos. Viszont minimális sminkkel és egy jó bőrápolási rutinnal már sokkal könnyebben eljuthatok a kívánt célhoz. Az ilyen extra korai bőrápolás vagy sminktermékek, amik mondjuk nem átlagosak az itthoni drogériák polcain, ugye először is a szemöldökgélek, ezek a zselék, ezek arra szolgálnak, hogy sokkal fiatalosabb lesz az arcotok, ha mondjuk egy sötétebb szemöldök célzában húzzátok ki a szemöldököteket, és egy nagyon picit halványabb szemöldök zselével, ez ugye a szálakat festi be, ez egy ilyen fiatalos és megnyerő külsőt ad. Valamint ugye ott vannak ezek a cushion formátumú alapozók és BB krémek, ezekben az a jó, hogy nem szükséges különböző másféle applikátort vásárolni hozzájuk, hanem egy kész, komplett terméket kaptok, ebbe található egy ilyen kis párna, valamint a kinyitjátok, ugye alatta lesz egy ilyen kis szivacs, ami be van áztatva a megvásárolt alapozóba, és ezzel a kis párnával ilyen ütögetve könnyen és gyorsan felvihetitek a BB krémet és az alapozót is. Alatta pedig a lip tintek találhatók, ez is olyan dolog, amivel az ember könnyen találkozik itt ott az interneten, hogyha a korai termékeknek néz utána. Ezzel ugye ezt a gradient lip hatást érhetitek el, amikor belülről kifele világosodik a szátok, és ez is megint ugye ez a fiatalos, ide kinézetre törekszik. És nagyon fontos még, hogy a koreaiak nem szeretik a túlzott sminkelést, tehát ezt nem. És náluk nem a matt arcbőr a cél, mint mondjuk a nyugatiaknál, hanem inkább ez a ragyogó, tehát nem az olajosan fénylő, hanem ez a ragyogó, egészséges bőrkinézet. Tehát minden termék, amit itt bemutattam és amiről meséltem, az alapozók is, valamint ugye az bőrápolási termékek is erre a kinézetre fogják a bőrötöket úgymond tuningolni. Tehát ha valaki matt arcbőrt szeretne, akkor attól függetlenül, hogy ugyanúgy nyugodtan használhatja ezeket a termékeket, csak nagyon fontos, hogy akkor a mattító púdert használta, mert egyébként nem ez lesz, és természetesen nem lesz matt bőre alapból is smink nélkül. Itt egy kicsit ugye az idol sminkről, ez egy kicsit több sminket jelent, mint ugye az a hétköznapi szemöldök, száj, arcbőr kombináció. A fiúknál nagyon megszokott dolog, hogy nem használják ezeket a rózsaszínes, aranyos árnyalatokat, mint amit a lányoknál. Ugye, alul láthatjuk, hogy a cvin,
és felügyi Jimmy-nek. A fiúknál inkább ezeket a barnás átmeneteket szeretik használni, de ők náluk is ugyanúgy használják a felső vízvonal kihúzását, valamint az alsót, valamint ugye az eggyosszát, ami ez az alsó könyvzsákocska kiemelését jelenti, plastikával vagy sminkkel, valamint ugye az arckontúr. Az arckontúrokat is teljesen másképp végzik. Az orruk hasonlóan van kikontúrozva, mint nekünk, de nem ezt a pofa csont alatti vonalat és az állközötti vonalat próbálják kiemelni, hanem a bőrt próbálják, vagy az arcot próbálják minden ilyen V alakúra sminkelni, ugye a kontúrozásra. Ezért itt felül ezt a kiálló arccsontot szokták ugye egy sötétebb színnel kicsit így elfedni, valamint ugye ezt a V vonalat kiemelni a fiúknál és a lányoknál is. Szintén a szemöldök formázása nagyon fontos, és a fiúknál is nagyon népszerűek ezek a gradient tipek. Alatta pedig ugye a lányoknál. Nem én voltam. Tehát a lányoknál pedig szintén sokkal erősebben szeretik kiemelni ezt az alsó könyvzsákocskát. Ott a főleg az idoloknál nem szoktak piros színeket használni. Úgy gondolják, hogy a rózsaszín, narancssárga, barackos színek egy sokkal fiatalabb kinézetet kölcsönöznek. Valamint erősebb tusvonalat szeretnek húzni. Nem túl népszerű kint ez a felfele húzott cicás tusvonal, hanem inkább ez a lefele, vagy pedig vízszintesen elkeskenyedő tusvonalat szeretik használni. Nyilván az ő szemükre és az ő fajta szemráncékre ez jobban áll, de meglepően jól tud kinézni más származású embereket is. Ezen kívül, ami még ugye a lányoknál nagyon fontos, hogy az ázsiaiaknak sajnos általában kevés szempilláik van, tehát nagyon sokszor láthattok rajtuk műszempillát, amit szintén ugye ezekkel a kis pusvonalakkal a véjüket próbálják eltüntetni. Ami kerülendő, ezek mind olyan alapanyagok, amiket jó, ha elkerültök a bőrápolási, valamint a smink termékeitekben is. Tehát ugye az alkohol tulajdonképpen kevésbé károstól a jóval károsabbig fogunk haladni. Az alkoholnak nincs sem más baj, mint hogy szárító, de ez épp elég probléma, nem szeretnénk direkt még pluszba szárítani a bőrünket, mint amit a hámlasztás okoz. Mesterséges színezőanyagok és az illatanyagokkal az a probléma, hogy nagyon sok bőrtípus érzékeny rá és kiütheti. Ezeket tulajdonképpen ezért ne ajánlom, de van, akinek semmi problémája nem lesz tőle. Ugye zárójelben az angol nevüket láthatjátok, mivel ugye általában az összetevőkben az angol, hogy az összetevők listája általában angolul található meg, tehát ha valamit meg szeretnétek jegyezni, hogy ezt nem ártan elkerülni, akkor inkább az angol nyelvet jegyezzétek meg. A phthalátok, tehát a phthalates, ez ugye máj és vesekárosító, a parabének, az rákkeltők, a szódiumszulfátok, szintén vesekárosítók, kétfajta szódiumszulfát van, az SLS és az SLES. Sosincsenek teljes mértékig kírva, ezek is ilyen mozaik szavakban vannak használva, mint a BH és az AH szavak. A formaldehid az ugye immunrendszer károsító, a triozán az a hormonháztartást boríthatja föl, valamint a tolvul az pedig ugye az állapotosoknél magzati problémákat okozhat. Van-e kérdés? Senki, semmi? Valami nem volt esetleg egyértelmű? Ha esetleg valakinek még találna valamit, amit nem értett teljesen, vagy valami kérdés lenne, akkor a Facebook oldalamban megtalál, és ott fel lesznek töltve amúgy ezek a táblázatok is, tehát a káros bőranyagok valami. Ó, passzívnak van kérdése. Gyere, passzív! Az áldírok, amit kenjek a fejemre, segítesz? Igen. Valakinek még esetleg valami kérdése, esetleg a saját bőrtípusával kapcsolatban, amit nem ért annyira, vagy amiről nem beszéltünk annyit. Ugye, amit mondani akartam még, hogy ugye a Facebook oldalon ki lesznek a táblázatok, ugye ezekről, hogy hány lépés is egy bőrápolási, ugye az ajánlott termékekről is, valamint a káros anyagok táblázatát is igyekszem kirakni. És köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem, hogy jól éreztétek magatokat.